Na csácsú, hogy ezt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim képen jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, egy farming szimulátor 19 adrásnak. Szerintem szépen a modokat, köszönöm szépen, nem tudtok beszélni, de még mindig nem közlem újra ezt a videót. Na, figyeljetek, akkor ez lesz a szituáció. Hoztam fészkemet, szavaztok, látjátok, felvettem a zöld pólómat, mert én gazdálkodásban, tudjátok. Na, dolgozzunk egy kicsit. Igen, András küldött csomó modot, köszönöm szépen neki, főleg a Forsit pak nagyon bejövős nekem. Be is raktam, meg is nézzük gyorsan, hogy milyen járműveket küldtél nekem, András. Hát te fiú. Na, nyomunk egy indítást, azt akkor legyünk túl rajt, hogy megindulunk. Na, figyelj, tényleg annyit csináljunk, hogy akkor már nézzük meg, hogy miket küldött nekem. Nem tudom, azt hiszem a traktorokba is kerültek be járművek, de tényleg végig pergetjük a dolgokat. Igen, itt egy ilyen Forsheet, ZT300D. De nem szeretem az 1 eurós izéket, meg se veszem ilyet. Itt egy 303D, nem szeretem, amikor 1 euróért. Miért nem tudnak normális árakat beállítani, érted már, more? Na. Közepes traktorokba került ebbe valami. Oda úgy látom, nem? Nagy traktorokba került ebbe. Forsít, nagy traktor nem is leérezett a világon, gyerekek. Teherautókba kerültem, most tényleg belepergetek, végignézem gyorsan, de nagyon gyorsan. Betakarító gépekhez tuti, hogy került Forsít. Jaj, a régi. Imádom ezt. Gyerekek, el kell adnom az enyémet, és ezt meg kell vennem, mert nagyon szeretem, csak nem tudom, van-e hozzá vágóasztal egyébként, ez mindig szokott probléma lenni. Van hozzá. Gyerekek, ez a Forsheet kombány nekem kell. Kell. Úgyhogy a mi kombájnunk az megy a levesbe, ez is úgyis kabrió. Gyerekek, jobban eladom, mint megveszem a Forsheetet. Oké, eladtam. Oké, egyébként tudom, boltba leviszem, sokkal jobbat kapok érte, most nem büszkék. Egyébként nem is vettem hozzá a rakodó szerkezetet, ha jól emlékszem, úgyhogy ez nem is olyan nagy probléma. Ja, meg ezt a kasszát ezt eladom, mert akkora, mint a ló. Úgyhogy ez is megy a levesbe. Mennyi pénzünk van? Van 209 000, úgyhogy jó, szuper jó. Portkocsit akartam megnézni, azt hiszem azok is lettek újak. Igen, ez a HV-t került be, mármint ez a HV-80-as. Tényleg köszönöm szépen. Meg a Forsheet, hát ugye ez is Forsheet. Tényleg köszönöm szépen a modokat. Hogyha esetleg küldetek modokat, valószínűleg, hogyha esetleg már nem került be, vagy nagyon nem csúnyák, akkor mindenki be fogom rakni. Úgyhogy hajrá, gyerekek. Vetőgépben remélem került be valami. Küldtetek vetőgépet, és én is beraktam egy ilyen embetűs nevűt, és nem működik. Szörnyű. Kaszálógépek közül. Izébe viszont került be, gyerekek, várjál. Nem ide. Hova rakja? Takarmánygyűjtő? Igen, itt van ez a gyönyörűséges silózó. Úristen, mennyire király, gyerekek. Nagyon adja. Remélem, hogy ez is került egyébként vágóasztal, vagy ilyesmi. Aratószerkezet. Jó, akkor megveszük ezt az aratószerkezetet. Dök jó egyébként, hogy 3D-ben meg lehet tekinteni. Ez iszonyatosan jó, gyerekek. 4 méteres vágóasztal, gyerekek, szuper jó. Igen, megveszük, és akkor megveszük a kombányt is hozzá. Nagyon jó, köszönöm szépen ezt a modot, baromira tetszik. Hát, ez annyira autentikus, gyerekek, faluba régen laktam, ott van egy ilyen, de nagyon jó. Oké, ezt akkor mindenképp el fogjuk cühölni. Sajnos még mindig vetőgépem nincsen megfelelőképpen ellátott. Na várjatok, akkor annyi, hogy az a vonat. Ez nekem nagyon hangos. De várjatok, nézzük már. Nem hiszem, hogy nem csinálom azt, hogy nem járom körül ezeket a gépeket. Csinos. Jóféle gyerekek, mi van itt? Az orató szerkezet, mondom, mi? Valami megszúrta a seggemet. Nagyon tetszik. Nem ezen szokott lenni egy ilyen pörgő valami csoda itt az oldalán? Ez ennek nincs. Na. Gyerekek, nagyon. Most szívesen aratnék, csak valószínűleg nem fogok tudni aratni, mert nincsen
Nincsen mit. Megnézzük a belsejét. Nyugalom. Hosszú élet ritka. Megnézzük a belsejét. Hát ez teljesen jó egyébként. Iván, én nagyon szeretem a marokat, gyerekek. Nagyon szuper. Oké. Okay. Bár ez itt nem tudom, hogy mi akar lenni. Az egy kicsit nem örülő, de amúgy frankó. Annyit akartam még, hogy amíg én ezt hozzacigálném, úgyhogy addig le is járna a gameplay. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Az igazából érdekelne engem. A 33-as föld, mi van vele? Műveltnek írja. De tudok ugratni? És nézzük már meg ezt a 33-as földet. Műveltnek írja, és elvileg most már valami infókat nem játszottam még FS19-et. Műtrágyázott 0%. Gyom 0%, mész kell hozzá. Tehát akkor ezt le kell szórnom mészszel? Azért írja, le kell szórnom mészszel. Gyerekek, András barátunk nagyon kitett magáért, küldött nekem elvileg. Nagyon szuper. Hát a betőgép ugye tényleg nincs semmi új, nincs. Nagyon jó műtarágya technológiát, ezt iszonyatosan tetszik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon adja. Vásárlás. Igen, oké. Okay. És annyit kellene, hogy akkor műtrágyát is kéne vennem, gondolom azt is lehet akkor bál a nagyzsákok, raklapok, állj! Nem műtrágya kell nekem, hanem... Hol tudok meszed venni? Ah, itt van, jó, az, megijedtem. Nem lett több, hogy többet? Tudom, entert nyomogatnám, egyszerűbb lenne. 2000 liter egy ilyen, úgyhogy 1000 liter fél abba a kütyűbe. Úgyhogy ezzel leszek. Várjátok, ezt be tudom ugratni a garázsomba? Nem valószínű mi. A zsákokat, azokat általában nem szoktuk tudni. Nem tudok, egy pillantás, jó? Ki akarom kapcsolni a betakarítógépek, eszközök, és akkor mi maradt ott? Nem tudok, ennél jobban nem tudok ránagyítani. Szerintem valószínűleg nem fogom tudni. Jó, hát akkor traktorok meg a izé. Akkor azt kell csinálni, hogy le kell catchelnem valamelyik géppel. Engondom őszintén, nekem az MTZ az bejönne erre a célra. Úgyhogy valószínűleg akkor leugrunk ezzel. Hát nem lesz 5 perc. Na, készüljetek fel. Kicsit belső részletezünk, oké? Okay? Ja, addig meg mit tudom, beszélgetünk, besélek sztorikat, ilyesmi. Őszinte megmondom, nagyon remélem, hogy nem fog... OBS-szel veszem ezt is, most nekiálltam. Nagyon remélem, nem fog frame dropolni, nem jó lesz a minőség. Hogyha esetleg nem jó a minőség ebben a részben, akkor mindenképpen fogok ezen változtatni. De most egyelőre ugye nem tudom megnézni. Csináltam egy-két tesztfelvételt, de az nem ugyanaz, mint hogy egy egész videót felveszel, és akkor tényleg írjátok meg, jó-e, nem-e akar, ilyesmi, oké? Okay? Tényleg arra szeretnék törekedni, hogy jó minőségű legyen minden. Nem szuper legyen, egyébként marha jó. Áj, nagy kabinos egyébként, áj! Emlékszem, hogy a fotár szokta mesélni, hogy azért kapta a kis kabinos MTZ-t, 82-est, mert volt egy egyébként szembe szomszédunk, Vitusnak hívták, Vitus Imrének. Ő nagy kabinossal ment. Hú, erről mesélek egy sztorit, de nem lesz vidám. A fotár, ő egy ilyen kicsi ember volt, egy alacsony, és ő kapta a kis kabinos, mert tényleg az nagyon így, mondjuk, hogy rád feszült. Jó fele vagyok, ugye? Hát jó, itt jobbra, aztán utána meg balra megint. Igen, és az volt a probléma, hogy egy jó nagy ember volt a Mitus Imre, ő kapta a nagy kabinost egyébként, ő mindig permetezett. Ugye nagy kabinos, pontosan ugyanez a nagy kabinos MTZ, az a 26-ó permetezővel, ami ilyen kétnyitható, az a permetezett. Hát régen nem szarakodtak a permetezerre, hogy ilyen bio meg olyan, ilyen jó minőségű legyen, az mi az? Pont vonat jön, tök jó. Hanem régen az volt, hogy szartak rá.
És... hát olyan volt a permetszel, hogy lepermetezted a gyomirtóval az útszélét, és akkor 3 évig nem volt fű. Nem úgy, hogy mondtam, 2 hétig, mint most. Na, olyan permetekkel permetezett is baromi beteg lett a belső szervei, meg minden. Fiatalabb volt jóval, mint édesapám, és mégis ő előbb elment. De én meg mindig permetezővel járt. Egy ilyen nagy kabirossal. Hát ugye ablakok kinyitva, minden, hát nem szórakoztak régen. Nyomta a permetszert, azt lélegezte be folyamatosan éveken keresztül, aztán oda tett neki rendesen. Ja. Foter meg még mindig ír virul, ő takarmányos volt, az új embereknek így elmondom, az azt jelentette. Hát az utóbbi években, legutolsó években, amikor volt, miatt nyugdíjban ment, ő takarmányos volt, ő azt csinálta, hogy volt egy ilyen, tudjátok mi az a bunkersiló, na ott onnan az egyik településre hordta a másik településekre. Ugye volt, egy helyen volt a bunkersiló, egy ilyen központi épületben, mi az egy lada, ne szórakozzá. Mi a prág volt ez? Bunkersiló ott volt, és akkor onnan hordta a silót. A silónak nevezték, itt ebben a játékban meg szilázsnak, vagy mi a francnak, mi silónak neveztük mindig. Hordta az állatoknak, ahol mindenhol volt marhatelep ugye a környéken. Százas istálók, ugye százas istálónak azért nevezték, mert 100 darab marha fért bele. És akkor azoknak vitte minden faluba. Naponta elment a izéhez, bunkersilóhoz, az egyik településre, ott megrakták géppel, Weimarral, vagy volt egy 80-as MTZ, aminek volt a hátulján egy ilyen rakorógép, egy ilyen felvehető, tudjátok, ilyen hidraulikus. És akkor megrakták a pótkocsit. Volt olyan, hogy emberek így egyébként, júj, ez megint egy sztori, vagy mindjárt mondom. És akkor másik helyen ugye a marhákhoz leborította. De olyan hely is volt ugye, hát nem mindenhol volt Weimar, nem mindenhol volt különböző technológia ahhoz, hogy géppel felrakják a cuccot, ganajt vagy akármit például, ugye ki kellett a marhák ahhoz. Hát egyszerűen nem volt rakorógép. Azért volt a fater volt a traktoros, az utóbbi legutolsó években ugye. Egyébként volt kombányt vezetett, meg minden lótúrót. De a legutolsó évek, a 82-es MTZ-vel jó, mit tudom, 10 évig minimum azzal járt. És akkor volt 2 rakodó, gyors és gépkocsi rakodó, tudjátok, ismerjétek ezt a dumát. És akkor ők fönnültek a pótkocsi, mínusz 20-ba is fenn kuporogtak, és akkor úgy ment velük, és ahol képen kellett nekik dolgozniuk, vagy fel kellett rakni valamit, vagy ganajt kellett rakni, vagy akármi, akkor megdobták basszus ketten a hízét, forgozsámolyos kéttengelyes sportkocsi gyerekek. Ott, na, az volt ám a kemény munka, halljátok-e. Amikor, nem tudom, ilyen marha ganaj, azt tudjátok, el tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz. Itt egy villát belebököd, ezt nem tudom felemelni, mert olyan basszus, mint hogyha ugyan full nedves. És akkor azzal, mi a francot lagol ez? És azzal próbáljál megdobni ugye egy pótkocsit, amit tudom, hogy hány tonnát fel kell szórni, és azt minden záros időn belül nem az, hogy egy hétig raktad, hanem kiventetek, és akkor itt a 2 óra alatt meg kell szórniuk, és akkor ki kellett vidni onnan, el kellett tönteni valahova, hogy mit tudom én, tudjátok. Akkor mindig az volt, hogy a bálát bevinni a marháknak, ugye szalmát, újat. Ja, izé volt ilyen jellegű munkákat végzett. Most azon filózok, a túróban van ma bolt, de még balra. Na, hol menjek el? Ez a GPS, gyerekek? Az a térképre még nem lehet ránagyítani. Majd itt nem lehet ránagyítani, elmegyünk arra, körbe. Ja, ez volt a munkájuk. És ugye az MTZ kabinjában nem ülhetett több ember. Azért tényleg télen is. Ott hédereztek fent a izék a platón, vagy nem platón, hanem a portkocsina a emberkék, pufajkába, meg mindenbe. Hát azt akartam mondani, hogy tényleg az volt a nem kis pálya, érted, nem a gyerekek, mit tudok én kavarogni? Hallod, itt gondolják, MTZ itten csalingázik, egy kicsit meg kell tanulni azt a mapot. Tudom, hogy ne nagy itt máshogy. Gyerekek, én nem megyek itt tornyirán, oda jön a volt.
Egy föltipor a vonat, az még jobb buli lesz nekem. Kicsit táncol a... De van föl a karokas üreke, hallod? Egyébként azt tudjátok, az a két ablak, ami ott nem van, az azért van, hogy a kereső kerekekre ráállás, gondolom tudjátok. De milyen jó, izé, milyen jó izé felfüggesztésünk. Nagyon jó, tetszik. Na, most mondtam, egy kis belső rétegbe akarok veretni, ott azt hiszem ki tudok verni. Nem van, jön valami. Vagy de jó néz ki, gyerekek, mi meg tiszta macsók vagyok be, meg vagyunk feszülve. Túl sokat gyúrtunk tegnap. Na, hol a bót? Együttünk végre? Még mindig nem, még odébb. Arra. Na, ugye, még szerencsé, hogy az a legtávolabb ponton van ez a rohadt bót, mi? Ja, az a baj ugye, hogy én nem látom, hogy akarna a játék, viszont az OBS-en nézem, akkor meg akarna. Úgyhogy, ha valaki tud jobb OBS beállítást, akkor mondja már nekem, mert én ezzel annyit szívok, hallod, hogy az hihetetlen. Pont Norbi munkatársában arról beszéltünk, hogy a rohadt életben ebben a mapban, hát hol vagyok? Ne mentsél, hanem a mapot akarom megtalálni. Onnan kell bemenni, hallod, másik irányból. Fiatalok. Fiatalság, bolondság. Na. És igen, ja, úgyhogy régen... annyira mondják ugye, hogy ilyen munka előírásokban, olyan munka előírások. Gyerekek, régen azért kajak kemény munkák voltak, nem olyanok, mint most. Sokan most már minden sírnak, hogy jaj, ilyen nehéz munkám van, olyan nehéz munkám van. Raktál volna meg bazza egy kocsinganajt, aztán mindjárt azt nehéz munkának tudnám mondani. Na, nyissátok ki a kaput, köcsögök! Nem vagyok kibékülve ez az OBS-re, hogyha nem tudok nem tudok beszélni, nem tudok dőlőre jutni vele, akkor bajok lesznek itt nekünk. Olyan, nem tudtad fővedni így? Ez jó különben, na, újra töltés, az mi szokott lenni? R? De tudok izét szórni, valamit. Ezzel nem tudok szórni ilyet? Szívassál. De várjál! Nehogy ezzel ne tudja. De várjál, ki van írva? Nem a Vote-nál vagy mi a szarnál. Mit rágy a technológia? Ez mi? Mi a kül... külön van olyan, hogy mész. Ez lesz a mész. Mi? Ez meg nem tudja a meszet. Hogy rohadjál meg? Hogy rohadjál meg, tesó? Nagyon rábasztunk. Ez az egy... Ezt tudja a meszet, meg ezt tudja. Kösz. Kösz, kösz, kösz. Na figyeljetek azért. Azért műtrágyát viszünk, ha hatodik haszakad, úgyhogy azt fogok verni most, mert ha már egyszer elkecseltünk eddig. Lehet benni búzát, minden. Szilárd műtrágya, messze tartalmazó nagy zsák, rohagy meg. Hogy ne szeretném? Várjál ma, 2000 liter, jó. Várjál ma, és ne haragudjál meg. Ez most mi? Nehogy azt mondjad, hogy fel kell emelni, és úgy kell, úgy lehet beleborítani. Vagy mi ez, bugos? Gyerekek, most megint szopóágon vagyunk, úgy érzem. Most én bérelek egy ilyen kis targonca pigypirittyet. Egy fél órára.
Nehogyha... Ez most ilyen Uberbe szívok, hogy nem lehet megtölteni. Ha akarni fog ez a rész, öngyilkos leszek. Jó, annyira nem, de akkor is. Ugrik ez, mint a hortilag a gyerekek. Mert ugye az alján van ilyen kis szar. Na hát, hogyha úgy kell beönteni, de nem hiszem, hogy... De hát ez nem tudja, úgyhogy ez valószínűleg nem... Csak nem értem, hogy ez csak így lehet újabban tölteni. Csak lehet, hogy nincs leírva, de majd kíváncsi vagyok. Jó, ez biztos, hogy nem működik. Aj, a hét, amire leteszi. Járékek. Már kíváncsi vagyok, hogy a másik... Itt valami bugosság van szerintem, mert ezt felszokta tölteni anélkül is, hogy én itt tökörészek vele, hogy felemeljem, hanem mellé kell csak állni. Hát ez meg főleg, hát ez nem olyan. Nagyon koncentrálok a... Ugye eznek nem lyukos az alja. Nem halt. Itt valami bugosság van. Nincs olyan, hogy feltöltés, érted? Ez szokott lenni. Hörvej. Röhely gyerekek, most ez nagyon nem jó nekem. Jó, mit rágy a technológia, ezt tud elvileg azt, és kíváncsi vagyok, hogyha... Nincs bővítmény, nem kell kerékbeállítás. Legyen keskeny gumik, nem? Terítőkorong, jó. Vásárlás, hát... És ezt 39 ezeret adhattam ezért a szarért, van 100 ezerem. De hogy... Azt a mekkora ez, te! Kíváncsi leszek rá. Szerintem ez bugos volt egyszerűen. Egyszerűen hibás volt. Ezek a... Aha. Mit rágy az újra töltés? Ennyi az egész, hallod? Ez a baj. Ó, hát ez meg elkerúg a verd a gyerekek. Nagyobb, mint az egész traktor. Ja, hát az hibás. Ennyi. Jó, hát ez van. Ezt tudom használni. Csak most megint kecselhetek fel a... ugye a földhöz. Nem akarom felugratni. De próbáljuk meg autentikusan játszani normálisan. Tényleg, hogyha minőség vagy bármivel probléma van, ezt ugye én nem tudom most real time megnézni. A következő részben nem lesz ilyen. Ha kell, akkor váltunk programot vagy bármit, de nem hagyhatom, hogy legyen bármi probléma. Egyébként belső részben sokkal kis szelidebben lehet közlekedni. Ja, az OBS-t az nekem nem, annyira nem sikerül, beállítanom soha. Van a benzinkurva, itt meg megyünk erre, aha! Vonat.
Gyerekek, amire nagyon-nagyon vágynék, hogyha esetleg tudnátok nekem, a Keepernek küldeni. Az nem más, mint egy vetőgép, és egy használható... egy használható vetőgép, és egy használható műtrágya szóró, ugye kapásból ezt megcsináljátok, nekem elkülditek, akkor puszi pajtások leszünk. De azt a izét ne küldjétek el még egyszer, azt a vetőgépet, van egy 1.0-as verziós valami M betűs, Maronovka vagy nem tudom mi, hát az nem működik, az a problém. Úgyhogy azt Isten óvjon tőle, még egyszer megpróbáljam berakni. Ja, kemény munkák. Ugye most, amit dolgozok, gyerekek, az is egy kicsit szopóágos meló. Sajnálatos módon. Azt nem értem, OBS 5%-ot írt CPU használata, 5%-ot, 5-öt. És mégis szerintem ez nem fog jó FPS arányt produkálni. És 5%-ot ér. Basztom, hogy videókártya számolja, de hogyha nem azt számolja, akkor is szórakozik vele. Valaki segítsen, help! Nem erre jöttem ezelőtt, de úgy látom ez az udvon is jó, mert itt balra felmegyek, azt jó világ. A rendőrség, hello, hello! Zsiguli, 1500-ös zsiguli. Körlámpás 1500-ös gyerekek a izével, a Ferrari műszerfallal, tudjátok. Faberakásos ám, komolyan. De nagyon ritkák ezek a dupla körlámpás 1500-ösök. Ugye ezek a nem is tudom hányosok, utána jött a 21.05-ös, ugye az a sima hűtőrácsos fekete, meg a 21.07-es a merci hűtőrácsa, tudjátok, a krómszerűvel. Ja. Nézem, hogy idejét váltót, meg mindent. Gyerekek, úton vagyunk. De ez a felépítmény mekkora? Na, nem olyan veszélyes. Elviselhető. Jó lesz ez. Hú. Nem bírja az emelkedő gyerekek. Nem tízi. Hú, nagyon katásos, nagyon nagyok a távolságok ebben a játékban. Vagyis ezen a mapon iszonyatosan nagyok. Hát, hogy fogunk majd inkább ugratni gépeket, mert ez így lehet, hogy erős lesz. Megrárásul ugye 42-ben kecselünk végig. Ez itt a padló. Ja, ott az üzemanyag, és ugye javítani is kell most már a járműveket. Van TMK, amivel jövünk, szóval nem lesz ez a problém. Ja, ezt az OBS-t meg próbálom állítgatni egy kicsit. Tetszik egyébként, akarom, hogy legyen facecam, meg minden. Aaa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 
Ez mi ez, fődes út? Ó. Nem baszunk ezzel a gyerekek, mi? Földszélibe? Nagyon jól letapossa a füvet, mi? Megpróbálok földszélibe elvenni. Az igen, itt valami mocsárvilág vagy gyerekek. Az a durva, ott mutatja, hogy folytatózik az út, ott. Mhm.
Ott az út, ott mutatja. Ott át tudok kelni. Hallod? A gyerekek tempomatot ilyenkor be kell hajtani egy hétre. Ezt adjál neki. Jó, oké. Okay. Jó ötlet volt. Aha, rúg. Jó, fönn vagyunk gyerekek, fuszó. Oké. Okay. Ő kapja az üvet. Jó, 33-ason vagyunk mindjárt. És akkor lehet neki kezdeni. Kipróbáljuk ezt a beszedést, azt a betyár, azt hittem pattogunk, de nem. Csak annyira szor az út. Nem fődes útnak kellett volna jönni. Ja, hogyha gondoljátok, mesélek ilyen régebbi történeteket. Az a baj, hogy lehet, hogy van olyan, amelyiket már hallottátok valaki. De ugye nagy többségetek? Még nem. Na, hogyan működik ez? Úgy rágya az a bekapcsolása, gondolom ennyi. Megnézzük kívülről. Jó. Jó, eltaláltam a terítési... Ó, gyerekek, nagyon eltaláltam. Én ráéreztem, hogy meddig kell, ugye? Egyébként szép. Na, szóval akkor a műtrágyázó az bagos, sajnos. Nem, teljesen a végén nem ér ki. Egyébként nem lehúzza az oldalát, vagy akkor is... Akkor is megy. Nem, oda nem terít, ugye? Csak így úgy néz ki. Jó, gyerekek, lemeszezzük. Érdekes ez a meszezés, ez milyen célt szolgál. Fő céléből fákat nem állhatanak is zsapkodni. Ez a meszezés, ez milyen célt szolgál? Mert én nem emlékszem ilyenre, hogy meszeztek volna a földet régen, hogy mi ez, mi tényleg minek van. Jó, de billeg a földbe az a traktor. El is süllyed? Aha, el is süllyed ez a gyerekek. Jó néz ki egyébként, hogy meglátszik a mész. Jó, hogy billeg a traktor. És működnek a tükrök. Valaki azt mondta nekem, hogy még mindig szarok a tükrök, de hát ezek tök jók. Jó, ott ugye hátsó kereket látom, hát ez most evidens. Mármint a izének a hátsó, vagy a pótnak a kerekét. A vontatmánynak a kerekét. Kíváncsi vagyok, ezt a földet megpróbáljuk megmunkálni, és mindjárt rámegyek, és akkor most mit fog kiírni? Hogy most már vetnem kell elvileg? Majdok gyerekek. Á, ne! Ennyi volt! Hallod, ez kemény. Ez kemény, ennyi volt. És akkor mit ír ki a földre? És ott meg izére írja? Aha, itt figyelj, írja, hogy mész kell hozzá. Nagyon kis pro. Na gyerekek, szerintem akkor elbúcsúznék. Köszönöm a figyelmet, hogyha esetleg minőségbeli problémák voltak, írjátok meg. És mindenképpen fogok rajta változtatni, én is visszanézem a videót. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek! Csá, csumi, csőtészta!
érkezik az alja, és néhány kereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes. Ikarusz a kaszni, a talulusz a gumia. Ha-ha, de megy ez az ifa.